A tavaly novemberben átadott új győri vásárcsarnok a Magasból, az impozáns épület együttes igazi 21. századi környezetet biztosít a piacnak, az árusok is hamar megszerették és belakták az európai teret. Még csak január közepe van, de a szokásoktól eltérően már ébredezik a piac, ahol mindig friss hazai termékeket kínálnak. Január eleje az mindig a új élet kezdéséről szól, úgyhogy nekünk hála Istennek ilyenkor mindenki rájön, hogy sok húst evett az ünnepek alatt, egy kicsit próbálnak könnyíteni az étkezésen, ilyenkor jönnek a salátákért, zöldségekért, úgyhogy mégis a január eleje nekünk nem szokott rossz lenni, majd a február az lesz az. Egy-két speciális idény jellegű zöldségen és gyümölcsön kívül minden van a pultokon, ráadásul egészen jó áron. Csak ízelítőül a vöröshagyma kilója 300, a paradicsomé 900, a paprikáé 1300, a salátáé pedig 200 forint körül van. Almából is hatalmas a választék, a gyümölcs ára 350 forintnál indul. Ilyenkor a déli gyümölcsök nagyon pörögnek, ezekből is bátran lehet válogatni. A déli gyümölcsök mennek most főleg ugye a magas vitamintartalmuk miatt. A mandarin most már drága lett, tehát a szezonban olyan 400-500 forint között volt, most már 700 forint, ugye lement a szezon, tehát már csak ezek a későn érő fajták vannak. A narancs az se volt az idén túl olcsó, de igazából mi minőséget árulunk. Tehát nálunk ne keresse senki se azt a narancsot, amire azt mondja, hogy nem édes. Tehát itt a minőség van, és azt mondjuk 499 forint most. A kereskedők jól érzik magukat az új csarnokban, és a vevők is megszerették a létesítményt. Az sem meglepő, hogy egyelőre még kevés a vásárló, de ez a hazai primőrök megjelenésével gyorsan változik majd. Amikor megindulnak a magyar primőrök március vége, tehát amikor már ugyan most is van magyar újhagymánk, de amikor az újhagyma retek, ugye saláta, akkor már kezd indulni az üzlet, és igazából akkor ugye húsvét az már, amikor már rohan van. Tehát olyankor már jönnek a vevők rendesen. A húsosoknál is beindult az év, ők csak azt bánják, hogy igen, elszaladtak, főleg a sertéshús árak. A szezonális termékek azonban most is jól fogynak. Tavalyi forgalomhoz képest részemről maradt, hogy százalékra arányába, ami most sláger, úgymond a kocsonyahús, meg ezek a disznótoros termékek, tehát véres hurka, május hurka, sütőkolbász, belsőségek, szív, nyelv, máj, tüdő, vese, velő, ami most per pillanat. Az a hús az arányába egy picit visszaesett, tavalyihoz képest is, ugye az árak azért elég jól alakultak fölfele sajnos, ugye a sertéspestés is közre játszott. Ébredezik tehát téli álmából a piac, ahol a kereskedők majd a friss, primőr magyar termékek megjelenésével, aztán pedig húsvét előtt várják az első komoly vásárlói rohamot.